is az álmod. Elindult ő a fények útján, elhitte az álmok furcsa hangját, csalunk a színét. De ugye eljött még, ugye eljött még, ha hallod majd a telefon dübörgés, ugye eljössz még, talán eljössz még, mi várunk rá a szól a dübörgés, ugye eljössz még. Csodálatosan énekeltek, ne szomorkodjatok, mert trombitán fognak szólani, és nem is kell egyáltalán, mert a jövőbe fogunk nézni, reménykedő tekintetünket a jövőbe vetjük. Lépd át a múltat, ez lesz a következő dal címe, de előtte, ha tud beszélni néhány szót, Guido Fabi Attila! Kicsit be van neked betegé. Igen, igen, igen. Jó estét, Barkika! Elnézést! Zsoki nélkül aludtam megint az ilyen és hatalmas káosz. Vites az Isten vezérelt benneteket ide! Hatalmas köszönet a szervezőknek és nektek, hogy itt vagytok. Hát csak annyit szeretnék mondani, így 31 év után szeretném bemutatni azt a csapatot, amely a mai napig is 31 év óta egyben van, és még 31 évig egyben lesz! A Kártyágo basszus gitárosa, Kis Zoltán Zero! Nagyon boldog, köszönöm szépen! A Kártyágo dobosa, a fasírta hangú, Kocsándi Miklós! Köszönöm szépen! Hát következik az az ember, aki 79-ben kitalálta, megvalósította, és a mai napig is, míg a föld kerek, addig lesznek Kártyágo gyermekek. Hát kedves barátaim, kedves egybegyűltek, csak annyit mondok a Kártyágo főnöke gitároknál, Szigeti Fere! Oh!
az igazi nyolcadik csoda, a Kárpát-medence géniusza, aki organista, zongorista itt a zenekarban, meg időben gitározni. Tango harmonikán megzúzza az összes olasz. Ezen kívül pozantakon végezte a Fett konzervatóriumhoz. Kitűnően basszus gitározik, dobol, akár tök egyedül szóljátszik egy egész nagylemez. A világ 9. csodája, Vidó Fabian Vidó!